Jól kezdték a meccset az éllovas ellen a cápák, az első negyedet végigvezetve 6 ponttal nyerték a hazaiak. A második 10 percben fokozatosan dolgozta le hátrányát a Falkó, sőt a negyed végén a vezetést is átvették a vendégek, így 36-37-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A nagy szünet után más sebességre kapcsoltak a szombathelyiek, percek alatt 10 pontos előnyt építettek, amit még növelni is tudtak a negyed végéig. A záró játékrész már csak formalitás volt, a Falkó jól gazdálkodott előnyével és 13 pontos vereséget mért Pető Ákos együttesére. Bár a Falkó a legpont erősebb csapat a bajnokságban, de a legjobb védekezése van, és abból indul nekik minden. Ezzel ellen úgy gondolom, hogy az elején fogást tudtunk találni, viszont a másik negyed végét, illetve a harmadik negyedben tényleg felülröltek minket, tehát olyan fizikalitással és olyan intenzitással, amit ők tudnak, és a bajnokok ligájában is ehhez voltak szokva, és ott is kamatoztatták. Nagyszerű szezont futnak, nem hiába nyerték meg ilyen fölényesen az alapszakasz, ennek ellenére úgy gondolom, hogy egy darabig partiban voltunk velük, azokra az időszakokra lehet építeni, viszont ahogy Zó is elmondta, tehát egy ilyen jó csapatot közepesnél egy picit jobb játékkal, vagy közepes játékkal nem lehet megverni. Úgy gondolom, hogy sikeres alapszakaszunk van, tehát abszolút ezzel a 9 győzelemmel úgy gondolom, hogy nem sokan számoltak évelején. A vendégek edzője is elismerően szólt a Nyíregyháza teljesítményéről, hozzátéve jelentősen fel kellett javulniuk a második fél időre ahhoz, hogy megszerezzék a győzelmet. Very soft defensively, offensively. Nagyon puha védekezéssel kezdtük a mérkőzést, márpedig jó védekezés nélkül nem tudtuk elkapni a ritmust támadásban sem. A Nyíregyháza jól támadó csapat, különösen hazai pályán. Amikor a harmadik negyedben változtatni tudtunk, könnyű kosarakat szerezhettünk, elkaptuk a ritmust, szépen járattuk a labdát. Örülök, hogy el tudtuk osztani a játékperceket, így mindenkit frissen tartottunk a Magyar Kupára. Gratulálok a Nyíregyházának, mert pozitív meglepetés ennek a bajnokságnak. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Szolnok 69-70, Zalaegerszeg Sopron 85-84, Debrecen Kecskemét 86-93, Kaposvár Körmend 87-61, Pécs Atomerőműese 69-67 és Albafehérvár Szeged 90-81. Az alapszakasz a Szombathely nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 17 vereséggel a 12. helyen végzett. A kékcápák az alsóházi rájátszásban folytatják, a Zalaegerszeg a Pécs és a Paks társaságában. Előtte azonban még a csütörtökön kezdődő Magyar Kupa döntőben lép pályára Debrecenben Pető Ákos együttese.